Úgy látszik, a DK már megkezdte a kampányát az elkövetkező időszakra, mivel látványosan újból elővették a devizahitelesek ügyét a semmiből. Pedig ezzel kampányolni részükről nem más, mint pusztán képmutatás és kétszínű fordulat. A DK most bejelentette, hogy határozatlan időre felfüggesztené a kilakoltatásokat, illetve arra is utalnak, hogy az elsétálás jogát is szeretnék bevezetni, ami véleményem szerint abszolút szakmaiatlan, nem mellesleg a volt MBVK elnök dr. Sádör György is ezt szorgalmazta egyébként, hogy az elsétálás jogát mindenképp be kellene vezetni. Na most mindenkire rábízom azt, hogyha dr. Sádör György is ezt kívánta volna bevezetni, akkor vajon ez a törvény módosítás vajon kinek kedvezhetett volna? Hol voltak akkor ők, amikor a bankok, a behajtó cégek és a végrehajtók semmizték ki a magyar nemzetet a csaláson alapuló hitelszerződések miatt? Felelősként segítőt akarnának játszani. Ez nem más, mint színdarab, egy kabaré. Főleg annak tudatában, hogy a Gyurcsány kormány is az egyik felelőse mind a mai napig húzódó devizahitel kálváriának. Mivel a gyors államháztartási hiányok miatt ugorhattak meg a törlesztő részletek is 2007-ben. A Gyurcsány kormány figyelmen kívül hagyta azt, hogy tájékoztassa az embereket erről a veszélyről, sőt különféle támogatások megvonásával már-már jobban bele is kényszerítette az embereket abba, hogy devizahitelt vegyenek föl. Az pedig különösen arcátlan, hogy most a DK köntösébe bújva akarják megmenteni a devizahitel károsultakat, akik pont ők, akik ugye megásták a sírjukat. Mind a mai napig családok ezrei szenvednek a devizahitel miatt, a megkeresések nagy része még mindig devizahitelből fakad és devizahitel miatt történik. És ezért épp oly felelős a bajnai Gyurcsány kormány, mint pedig az éppen regnáló Orbán kormány is. Több mint 10 évnyi kormányzás után sem sikerült végleges megoldást találni a devizacsalás érintetteire, és adósság spirálban és visszafizethetetlen adósságokkal rendelkeznek a családok még mind a mai napig. A Mi Hazánk mozgalom megoldásként pedig egy teljes és átfogó kártalanítást fog kezdeményezni a bankok ellen, egy bankadó formájában kívánja ezt véghez vinni. Ezen kívül pedig a kifolyósított tőkeösszeggel való elszámolást követeljük, és nem nyugszunk bele addig, amíg egy előre kitervelt csalás sorozat eredményeként nem lesz már végleges elszámoltatást és megoldás a családoknak visszamenőlegesen is.